Ha beteg vagy, vagy rosszul vagy, kérlek, hívj vissza, és vedd fel a telefont, hogy tudjam, hogy minden rendben van. Gypsy Rose bosszúja. Missouri állam, Springfield, 2005. októbere. Ez a hálószoba üres. Ezek a mentőápolók ma nem betegekért mennek, hanem dobozokat és bútorokat visznek ebbe a házba. Didi Banshardnak és Gypsy Rose nevű 12 éves lányának. Ez áldás. Mindenki olyan kedves hozzánk. Úgy érzem, végre hazaértünk. Csodálatos, gyönyörű, vidám és otthonos. Nagyon kellett az otthon a családnak. Útjuk akkor kezdődött, amikor kimentették őket. A Katrina hurrikán elpusztította az otthonukat. Szinte minden holmiukat elvesztették. Ezért áttelepítették őket Missouriba. És itt lényegében új életet kezdtek. Felszólítottak minket, hogy távozzunk, ezért eljöttünk. Didi és Gypsy hetekig kórházban volt, majd Springfieldbe szállították őket. Minél jobban megismertem őket, annál többet tudtam meg Gypsy betegségeiről. Izomsorvadása és tápszondája volt. Súlyos migrének gyötörték, és sokféle gyógyszert szedett. Gypsy nem tudott járni. Sokszor vittem át egyik bútorról a másikra, vagy ki az autóba. 11 éves lehetett, amikor megismertem. De Didi azt mondta nekem, hogy szellemileg nagyjából egy 4 éves szintjén áll. Tehát nem volt olyan fejlett, amilyennek tűnt. Az izomsorvadásos és leukémiás Gypsy Rose-nak nem volt otthona, ezért a mentőszolgálat felújította a családnak ezt a lakbérmentes házat. Ez hihetetlen. Legmerészebb álmainkban sem hittük, hogy ennyien segítenek majd, és befogadnak minket. Gypsy Rose és édesanyja így biztonságos otthonba költözött egy új városban, amely tárt karokkal várta őket. Ez bizonyítja, hogy nem csak a tündérmesékben van szerencsés kimenetel, hanem a való életben is. Erőszakkal se tudnának visszavinni Louisianába. Ez az otthonunk. Didi mindenkivel úgy bánt, mintha a rokona lenne. Ugyanaz a családnevünk. És bár nem vagyunk vérrokonok, Didi mellett úgy éreztem, hogy azok vagyunk. Valahányszor találkoztunk, vidámak voltak, ezért segíteni akartunk nekik. Didi nehezen kért segítséget, de mindketten sok mindent kaptak. Elvitték őket Disneylandbe, és kaptak egy bútorozott házat is. Csodás jacuzzi fürdőkádunk van az izmaim miatt, és van egy remek rámpánk, így egyedül is közlekedhetek. Elérem a villanykapcsolókat, és szélesebbek az ajtók, hogy átférjek a székkel. Kaptak egy furgont, és amikor tönkrement, kaptak egy másikat. Ezek a ház kulcsai. Köszönöm. Ezek pedig az adomány autó kulcsai. Ingyen repülhettek Gypsy orvosi kezeléseire, és a rendezvényekre is. Úgy tűnt, mintha Gypsy egyáltalán nem is lenne beteg. Sok jóval kevésbé beteg ember sokkal többet panaszkodik az állapotáról. Csöveket vezettek a testébe, és tűkkel szurkálták. De Gypsy példamutatóan viselte az egészet. Hihetetlen volt. Hello, everybody!
mindenkinek, Gypsy Rose vagyok a Missouri Aurorából. Leugrom a tornácunkról egy hókupacra. Készen állnak? You ready? Nagyon lágy, magas hangja volt. Igazán jól esett hallgatni. Ez csodálatos! Úgy tűnt, hogy Gypsy nagyon korlátozott életet él, de élvezi. Üdv mindenkinek! Éppen krumplipürét eszem hamupipőke kastélyában. Finom! Didi számára nagyon fontos volt, hogy Gypsy minél teljesebb életed éljen. Egyedinek láttam a kapcsolatukat, mert mindent együtt csináltak. Még közös Facebook fiókjuk is volt, DJ Blanchard néven, ahol Didi beszámolt Gypsy állapotáról. Lefényképezte a kórházban vagy Disney World-ben. Álomszerű anyalánya kapcsolatuk volt. Úgy érzem, Gypsynek hiányzott az iskola, ahol barátkozhatott volna, mert látszott rajta, hogy szeretne a házukon kívül is élni, de csak képzeletben tehette meg. Minden alkalmat megragadott, hogy jelmezbe öltözzön. A képregény találkozókon és mozi premiereken egy-egy szereplő jelmezét viselte. Úgy tűnt, hogy szeret más bőrébe bújni egy kicsit. Fontos volt számára a haj, hiszen neki nem volt, de szép, hosszú parókákat hordott, és átvette a személyiségét annak, akivé nem válhatott. Jó barátnők voltunk, de csak akkor ismertük meg egymást igazán, amikor üzengetni kezdett nekem. Hogy vagy? Szia, jól vagyok, és te? Gypsy titkos Facebook fiókot nyitott, hogy az anyja cenzúrája nélkül beszélgethessünk. Mert Didi mindig jelen volt, amikor együtt voltunk. Anya túlfélt engem, ezért nem tud erről a fiókról. Az Emma Rose álnevet használta. Rosszul érzem magam, kell egy barát. Mi a baj? Úgy fordult hozzá, mint egy idősebb társhoz, mert csak az anyja volt mellette egész életében. Csak rossz paszban vagyok. Sajnálom, Gypsy. Úgy gondoltam, hogy meghallgathatom, és titkokat oszthatok meg vele. Hallom, elköltöztél. Igen, Evertonba a barátommal. Nővérkémnek nevezett, én pedig Huginak neveztem. Bárcsak a helyedben lehetnék. Miért? június 14. vasárnap délután 2:40. Szokványos vasárnap volt, amikor elkezdődött az egész. Megláttam egy bejegyzést. A ringyó halott. A DJ Blanchard Facebook fiókból küldték. Megrendítő pillanat volt. Furcsának találtam. Azt hittem, valaki feltörte a Facebook fiókjukat, és szórakozik velük. Aztán volt egy másik bejegyzés is. Szétvágtam a kövér kocát, és megerőszakoltam a lányát. Hangosan sikoltozott. Felhívtam őket. De nem vették fel. Akkor úgy döntöttem, hogy oda megyünk a házhoz. Üzeneteket hagytam a rögzítőn. Kértem Didit, hogy hívjon vissza, hogy tudjam, hogy minden rendben van. Amikor a házukhoz értünk, az autó a behajtón állt. Valami nem stimmelt. Bekopogtunk az ajtón, de senki nem nyitotta ki. Kopogtam az ablakon. Szólongattuk őket.
Nyugtalanított a helyzet, ezért kértem Kimet, hívja ide a rendőröket, hogy nézzenek körül. Miután megérkeztek, észrevettük, hogy nyitva van a konyhaablak. A rendőrök elmondták, hogy nincs joguk belépni a házba, mivel nincs betörésre utaló jel. Megkérdeztem, hogy akkor én bemászhatok-e, és közölték, hogy igen. Miután bejutottam, éreztem, hogy nagyon hideg van. Teljes erővel működött a légkondicionáló. A házban rend volt. Megnéztem, hogy van-e benne valaki, vagy valami furcsa, például felborított bútorok, vagy törött tárgyak. Gypsy két kerekes széke a nappaliban, a harmadik a fürdőszobában állt, tehát mind a három a házban volt. Gypsy szobája olyan volt, mint egy átlagos gyerekszoba. Didi ágya vetetlen volt. Sok takaró volt rajta, de nem látszott furcsának. Amikor Dave elmondta a rendőrnek, hogy Gypsy mindhárom kerekes széke a házban van, már tudtam, hogy baj történt. Rendkívüli hír. A Missouri rendőrség keres egy anyát és a lányát, akik Springfieldből tűntek el. A 19 éves Gypsy Blanchardot és a 48 éves Claudine Blanchardot június 10-én látták utoljára. Aki tud valamit a hollétükről, hívja a rendőrséget. Láttam, hogy összegyűltek a szomszédok, és utána olvastam a posztot a Facebookon. Azt hittem, valaki feltörte a fiókjukat. De furcsa volt, hogy több napja senki sem látta, és nem tudta elérni őket. Kimmel úgy éreztük, hogy a rendőrség teszi a dolgát. Keresik Gypsyt és Didit, ezért hazamentünk. június 15-e, hétfő éjjel 1 óra. Egy nyomozó telefonhívására ébredtem. Azt mondta, kérdéseket tenne fel nekem. Meglepett, hogy azonnal fel akar keresni, de éreztem, hogy komoly ügyről van szó. Megkérdezte, mennyire ismerem Gypsyt és Didit, és hogy haragban vannak-e. Azt feleltem, hogy nem veszekednek, és közel állnak egymáshoz. Felhívták a nyomozót, röviden beszélt, és amint befejezte, tudtam, hogy baj történt. Hajnali 5 óra. Megnéztem a híradót. A Greene megyei sheriff új információt adott a házában megölt anyáról és az eltűnt lányáról. Kapcsoljuk a helyszínt. A 48 éves Didi Blanchard holttestét vasárnap este találták meg a házában. A sheriff nem mondta el, hogy halt meg, de erőszakos bűncselekmény történt. A nyomozók egész éjjel keresték a lányát, a 19 éves Gypsyt. Megdöbbentem. Nem értettem, én miért nem vettem észre a hullát a házban. Ledermedtem. Nem akartam elhinni egy szót sem. Nem fogadtam el, hogy Didi az áldozat.
Didit több szúrás érte a hátán és nyakán. Már napok óta hevert holtan a házában. Az a szegény nő a lányának szentelte az életét, és mindenkit szeretett maga körül. Nem tudtam elképzelni senkiről, hogy ártani akarna Didinek vagy Gypsynek. Nem volt gyanúsított. Senkit sem tudtak összekapcsolni az esettel. Ezért úgy vélték, hogy a tettes találomra gyilkolt. Didi halála kérdéseket vet fel. De a barátai azt kérik, hogy a környéken mindenki imádkozzon Didiért és Gypsyért, miközben folyik a nyomozás. Zokogni kezdtem. A Facebook poszt igaz volt. Didi meghalt. Azt hittem, csak időkérdése, hogy holtan találják Gypsyt is. Csak azt kívántam, hogy Gypsy hazatérjen. A nyomozó több információt kért, ezért elmondtam, hogy üzengettünk egymásnak Gypsyvel. Nem tudtam, hasznos lesz-e ez a tény. Szia! Van kedved megnézni a piroskát csütörtökön 8-kor? Persze, jól hangzik. Eleinte nagyon ártatlanul beszélgettünk. Piros bársonyruhát veszek fel piros cipővel. Én még nem tudom. Aztán Gypsy fiúkról írt, és tanácsot kért a csókolózásról, mert még nem csókolózott. Nem tudok csókolózni. Ez megdöbbentett, mert nem számítottam rá. De 16 éves volt, és az ő korában teljesen normális, ha egy lány ilyeneket kérdez. Megismertem egy csodás srácot. Aztán nyilvánvalóvá vált, hogy Gypsy szerelmes. Nick 24 éves, egy keresztény, ő az igazi lelkitársam. Verseket küld nekem. Nem randízhatott fiúkkal. Barátai lehettek, de a párkapcsolat szóba sem jöhetett nála. Megírta nekem, hogy össze akarnak házasodni, és hogy egy havas filagóriában lesz az esküvőjük. Akkor írt először Nicholas Gudgeonról. Márciusban találkozunk. Írtam neki, hogy vigyázzon és viselkedjen okosan. Megnézzük az új Hamupipőke filmet és csókolózunk. Ne szökjön meg egy idegennel. Vigyázz, vannak gonosz emberek is, és a fiúk gyakran mások, mint amilyennek tűnnek. De mivel Nick Wisconsinban élt, azt hittem, nem lesz belőle semmi. Márciusban bemutatom az anyámnak. Azt hittem, Didi ura a helyzetnek, így nincs miért aggódnom. Anyám nem akarja, hogy randizzak, de remélem márciusban elfogadja majd Nicket. A Wisconsini Big Bend. A rendőrség kinyomozta, hogy a Wisconsini Big Bend egyik lakónegyedében, pontosabban Nicholas szüleinek a házában írták a bejegyzést Didi és Gypsy Facebook fiókjába. A Gudgeon család háza. Amikor megtudták, hogy Waukesha megyében írták a bejegyzést, rájöttek, hogy nem érnének oda időben a 9-10 órányi út miatt. Ezért megkérték a helyi rendőröket, hogy nézzék meg, ott van-e Gypsy. Sok rendőr vette körbe a házat, és mindenre felkészülve hatoltak be. Azt hittem, hogy olyan állapotban találják majd meg Gypsyt, amilyenben Didit találták. Rendkívüli híreket mondunk.
Most tudtuk meg, hogy a rendőrség megtalálta a 19 éves Gypsy Rose Blanchardot, aki jól van. Egy másik államban találták meg, és a barátját is őrizetbe vették. A nyomozók úton vannak a helyszínre, hogy kihallgassák Gypsy Rose-t és a barátját. Híreinket frissítjük a weboldalunkon. Gypsy-t megtalálták Wisconsinban, épségben. Ez reményt adott nekünk. Megkönnyebbültem, hogy megtalálták, de nem tudtam, milyen állapotban van, és mit élt át. A neve Nicholas. Nicknek szólítják önt? A rokonaim Nicholasnak szólítanak, de a barátaim és mások Nicknek. Én hogy szólítsam? Nicknek. Nicknek, rendben. Az anyja most találkozott először a barátnőjével? Igen. Gondolom, Gypsy a barátnője. Igen, a barátnőm. Szereti? Nagyon. Most válaszút előtt áll, és őszintének kell lennie hozzám. Mert ha szereti Gypsy-t, akkor nem akarja, hogy bajba kerüljön. És hogy ne tudjon segíteni rajta. Értem. Az anyja meghalt. Az a kérdésem önhöz... Mit mondott? Az édesanyja meghalt. Elhunyt. Érti? Nem, nem. Ha szereti Gypsy-t, azt kell tennie, ami helyes. Az a helyzet, hogy imádom. Tehát mindent megteszek azért, hogy segítsek. Nem, nem! Figyeljen rám egy kicsit, rendben? A rendőrök átkutatták Nicholas szobáját, és sok készpénzt találtak, amit Didi hálószobájából loptak el. És volt ott egy Springfieldben feladott boríték is, benne a gyilkos fegyverrel. Beismerem, hogy tényleg leszúrtam Gypsy anyját. Beismerem. Értem. Mi történt az anyjával aznap? Nem tudom, mi történt az anyámmal, mondja el! Kizárólag kettőnkért tettem, amit tettem. Különben soha nem tettem volna meg. Értem. Szeretem az anyámat. Tudom. Nem kétlem, hogy szereti az anyját. Miért bántotta Nick? A louisianai Golden Meadow. Hey, szia, Didi! Didi teljes neve Claudine Ann Petre volt. De mindenki Didinek hívta. Szia! Hatan voltunk. Három bátyám és egy nővérem van. Én vagyok az ötödik. Didi pedig a hatodik. Ő volt a kicsi. Didi mindig más akart lenni. Magányos volt, szeretett egyedül lenni. Nem látszik a képen, de Didi rövid nadrágban van. Mindig tűz éget benne. Mert péntek van. Péntek van, ezért este elmegy a fiúkhoz. Az apja vagyok. Persze, hogy az vagy. Egy este elmentem a tekepályára egy koncertre, és megláttam egy lányt. Más volt, mint a többi. Látszott, hogy nem helybeli. Üdv, Didi vagyok. Bulizni megyek Suzette-tel, LJ-vel, Michelle-el, meg Tatjanával, és trükközni fogunk. Ma nem hívunk meg senkit. Így nézek ki. Fordulj meg. A ruhája és a mozgása miatt... Én terveztem. Kitűnt a tömegből. Rossz vagy, jó boszorkány vagy? Ő a jó, én vagyok a rossz. Ezt már megbeszéltük. Igen. 17 éves voltam, és nagyon vad. Didi idősebb volt, mint én. De megadta a telefonszámát, és elkezdtünk randizgatni. After that.
Egy reggel közölte velem, hogy terhes. Meglepett a hír. De vállaltam, hogy feleségül veszem. Példás déli feleség és kedves lány volt. Udvarias és nagy lelkű. De nem voltam igazán szerelmes. A 18. születésnapomon összecsomagoltam. Didi felébredt, és azt mondtam neki, sajnálom, de ez nem megy. Nagy hibát követtem el. Igyekeztem jó férként viselkedni, de el kell mennem, mert nem vagyok szerelmes beléd. Nagyon sajnálom. Didi dühös lett. Összetépte a házassági anyakönyvi kivonatunkat és kiabált. 3 hónapja voltunk házasok. Megígértem neki, hogy gondoskodni fogok róla és a gyerekről. Anyagilag és érzelmileg is. De nem maradhatok. Gypsy Rose-nak neveztük el. Kisebb volt az átlagosnál, de minden téren normális baba volt. Opossumnak becéztem, mert úgy nézett ki. Kis opossum szeme és égnek álló szőke haja volt. Picike lány volt. Amint megláttam, tudtam, hogy az életem megváltozik. De nem sejtettem, hogy mit vállalok. Szia, Gypsy! Szeretlek! Egy idő múlva Didi közölte, hogy Gypsynek pulzusmérőt kell viselnie, mert leáll a légzés álmában. Rohamai vannak éjszaka, és orvoshoz viszi, mert alvási aponéja van. Didi úgy tett, mintha félne. Nincs pápát nekem. Didi csak a szüleinknek engedte meg, hogy vigyázzanak Gypsyre. Én nem vigyázhattam rá, mert beteg volt. Gypsy! Szeretnél kint játszani? Egy órára sem bízta rám Gypsyt. Állandóan vele volt. Hány éves vagy? 1. Hol a fejed? Ügyes vagy. És hol van Eli? Igen, nagyon ügyes vagy. Didi jó anya volt. Sokszor mondtam neki, hogy nem tudom, hogy képes folyamatosan gondozni Gypsyt. Szia! Böfög egy kicsit. Ő Gypsy Rose Blanchard. Gypsy 4 éves. Golden Meadow-ban él. A világ legjobb mamájának tartottam. Közelítek az arcodhoz. Mosolyogj rám! Már csak az arcodat látom. Gypsy 5-6 éves volt, amikor Didi szólt, hogy a kislánynak gond van a szemével, a rohamai miatt. Ezért megműtik, hogy ne legyen kancsal. De egy újabb roham után megint kancsal lett. Olyan, mintha a kamerámban lennél. Hű, már csak a szemüvegedet látom. Didi azt mondta, hogy a rohamok pár évvel visszavetik Gypsyt szellemileg. Édesem. Elcsúszott. Fel tudsz állni? A nagybátyja vagyok. Jót akartam neki. Szerettem volna, ha egészségesen él, de nem volt rá lehetősége. Fordítsd meg, hogy mi is lássuk. Aj, olyan cuki. Romlott a helyzet. Didi azt mondta, vizsgálják Gypsyt, hogy megtudják, mi a baja. Sok problémája van. Gondja volt a hallásával. Csöveket raktak a fülébe. Refluxa is volt. Ezért 7 évesen kapott egy tápszondát.
és azon keresztül táplálták egy géppel. Itt vagyok, kicsim. Egy idő után Didi éjjel-nappal ápolta, ezért már nem dolgozott. Folyamatosan küldtem neki a gyerektartást, a nőtartást, fedeztem Gypsy orvosi költségeit és betegbiztosítását. Didi halála napjáig fizettem. 7 évesen láttam Gypsyt először kerekesszékben. Látogatóba jöttek, és kérdeztem, hogy mi a baj a lábával? Mi az orvosi diagnózis? Didi azt mondta, hogy Gypsynek izomsorvadása van, és végül leáll majd a lábizma működése. Szörnyű volt ezt hallanom. Miután először láttam kerekesszékben, nem láttam többé járni. Meglepett, amikor Didi szólt, hogy Gypsy leukémiás. Az volt a legijesztőbb hír, amit mondott nekem. El se akartam inni. Azt kérdeztem magamtól, mi jöhet még? Belecsap a villám. Ő a legbalszerencsésebb gyerek, mert annyi baja van. De hősiesen viselte a betegségeit. Mindig mosolygott. Sok fényképünk van róla, de alig készült róla olyan, amin szomorú lenne. Thibodeauba költöztek, ami olyan 45 percnyire van. 2 év múlva a 2 órányira fekvő New Orleansba költöztek. Ahogy Gypsy nőtt, egyre messzebb költöztek, így egyre ritkábban láttam őket. Látogattam őket, és ott is töltöttem pár órát. Közel kerültünk egymáshoz Gypsyvel, de csak 3-4 hónap múlva találkoztunk újra. Úgy tűnt, hogy Didi nem hagyja, hogy normális apa-lánya kapcsolatot építsünk ki egymással. 2005-ben lecsapott a Katrina, és Missouriba telepítették őket, 11 órányira innen. Akkor már bármikor beszélhettem Gypsyvel telefonon, de a látogatás szóba sem jöhetett. Nem kérdezősködtem, mert Didi hagyta, hogy telefonon beszéljek Gypsyvel, és hogy tartsuk a kapcsolatot. Tudtam, hogy ha komoly kérdéseket teszek fel, akkor egy perc alatt megtilthatja a beszélgetést. Ezért a kapcsolatunk telefonhívásokra és ajándékokra korlátozódott. Azt akartam, hogy Gypsy érezze, örökké várok majd arra, hogy felhívjon, és azt mondja, hogy apa, Gypsy vagyok, látogass meg. Reméltem, hogy eljön az a nap. De nem jött el. Mi történt az anyjával aznap? Nem tudom, mi történt az anyámmal, mondja el! Gypsy tudta, hogy meg fogja ölni az anyját? Hallgasson ide, kedves! Tudom, hogy tudja, mi történt az anyjával. Bevallom, hogy ő kérte. A Waukesha megyei sheriff hivatala 2015. június 16-a kedd. Gypsy tudta, hogy meg fogja ölni az anyját, ő kérte? Igen. Miért kérte, hogy ölje meg? Ön ölte meg az anyját? Nem, uram. Segített Nicholasnak megölni az anyját? Nem, uram. Tudta a gyilkosság előtt, hogy Nicholas meg fogja ölni az anyját? Nem, uram. Jó reggelt!
A sajtótájékoztatóm elején közlöm, hogy ez folyamatban lévő nyomozás. Az ügyész vádat emelt két gyanúsított ellen szándékos emberölésért. Még vizsgáljuk a kapcsolatukat, de úgy tűnik párkapcsolatban állnak. Megdöbbentem. Sosem gondoltam volna, hogy Gypsynek köze van bármilyen bűncselekményhez. Különösen nem az anyja megöléséhez. Nem értettem a helyzetet. Úgy tudtam, hogy felhőtlen anyalánya kapcsolatban élnek. Számomra igazi, boldog család voltak. A rendőrség nyilván félreértett valamit, vagy valaki nem mond igazat. De Gypsy nem tehette ezt. A 26 éves Nicholas Gadjon a Waukesha megyei bíróság elé állt. Lemondott a kiadatási meghallgatásról. Dee Blanchard meggyilkolásával vádolják. Az ügyészség szerint agyonszúrta az áldozatot, miután annak lánya Gypsy állítólag megkérte erre. Gadjonnak van Priusza. 2013-ban letartóztatták, mert 9 órán át pornót nézett, és simogatta magát egy gyors étteremben. A rendőrök találtak nála egy nagy kést. Mindenki azt hitte, hogy Nick internetes ragadozó, aki kihasználta Gypsyt a körülményei miatt. Szeretnék önnel elbeszélgetni a helyzetről. Rendben. Mint tudja, Nicholas gyilkossággal gyanúsítják. Igen. Amelyet kitervelt. Vett egy buszjegyet és Springfieldbe utazott, ahol dolgozom. Gypsyvel azt tervezték, hogy megölik a lány anyját. Nick többször hátba döfte az ágyában alvó nőt. Istenem! Mit gondol erről? Nem is tudom. Miután Nick többször járt ott, szemmel tartottuk, mert Asperger-szindrómás. Megállapították nála az Asperger-szindrómát? Igen. Értem. Az orvos azt mondta, hogy mindig a 15-16 évesek szellemi szintjén marad majd. Eddig nem tett semmi olyat, ami erőszakos. Ezért döbbentem meg. Értem. És Nick tudja, hogy rosszat tett? Igen. Azt állítja, nem bántott volna senkit, ha nem szeretné Gypsyt. Azt mondja, a lány kérte meg rá. Istenem. De jól van, bár ma sokat sírt, miközben beszélgettem vele. Tájékoztattam a vádemelésről. Nem a vádak miatt sírt, mert azokat elfogadja, hanem azért, mert többé nem találkozhat Gypsyvel, vagy önnel. Tehát Gypsy elcsavarta Nick fejét. Őrülten szerelmes a lányba. Tudom, tudom. Emlékszem, azt hittem, hogy Nick tervelte ki az egészet. De a nyomozókkal beszélgetve, és a híreket látva, lassan rájöttem, hogy sok mindenről nem tudtunk. A megtervezett tevékenységük közben Gypsy használt kerekes széket? Igen. És mikor? Csak amikor otthon volt. Értem. Különben tud járni. Tehát amikor együtt volt önnel, nem használt kerekesszéket? Nem. Tudjuk, hogy jól tud járni segítség nélkül. Nincs szüksége kerekesszékre. Wisconsin állam kontra Gypsy Blanchard. Boyd bíró ügye. Megdöbbentem, amikor láttam, hogy Gypsy tud járni. Nem hittem a szememnek. Felkaptam a fejem. Ez nem ő. Többször is le kellett játszanom, hogy felfogjam. Gypsy odasétált az állványhoz. Into the courtroom, up to a podium.
káprázatnak tűnt. Mi Miss Blanchardnak címe? 2103 West Volunteer Way, Springfield, Missouri. Gyakran aggódtam Gypsy állapota miatt. And about her condition. Nem tudtam, hogy tud járni. Aztán besétált a terembe. Jól volt. A vádlott állítólag megkérte Nicholas Gadjont, hogy ölje meg az anyját, hogy együtt lehessenek. Nem akartam elhinni, hogy ez történik. Ő nem az én gypsim volt. Sosem láttam kerekesszék nélkül. Ez hallatlan. Úgy tűnik, hogy nagyon jó színésznő. Biztos voltam abban, hogy rokkant. Kétségbe vontam mindent, amit tudtam róluk. Két bűncselekménnyel vádoljuk. Az egyik szándékos emberölés, amelynek büntetése életfogytiglani börtön vagy halál. Az óvadék összege $1 millió. A vádlott nem léphet kapcsolatba Nicholas Gadjonnal. Sok kérdés vetődött fel bennem arról, hogy mi is volt az igaz az elmúlt 23 évből. Hosszú az út az igazságig. Amíg az emberek nem kapnak választ, azon töprenghetnek, ki volt valójában ez az anya és lánya. Azt hittem, jól ismerem őket. Még Blanchard életkora is rejtély. Ha tudta, hogy tud járni. Mennyi volt a hazugság? Eszembe jutott azok arca, akikkel életemben találkoztam, és hogy mennyire bánthatja őket, hogy hazudott nekik az a két ember, akiket úgy szerettek. Bonyolult volt a kapcsolatom az anyámmal. Amikor kicsi voltam, sokkal jobb volt, mert ő volt a legjobb barátom. Küldesz nekem puszit? Ügyes vagy, szeretlek. Mindig együtt csináltunk mindent. Moziba, parkba, állatkertbe jártunk. 5 vagy 6 éves koromban anyám közölte velem, hogy epilepsziás és deréktől lefelé béna vagyok. Azt mondta, hogy rákos vagyok, levágta a hajamat, és közölte, hogy úgy is kihullik majd, és tartsuk rendben. Azt is mondta, hogy nem tudok enni, ezért tápszonda kell nekem. Azon keresztül kaptam a tápszereket és a gyógyszereket. Nem emlékszem minden gyógyszer nevére, amit anyám beszedetett velem, de sok kábító hatású szer volt közöttük. A gyógyszerek ártottak a fogaimnak, amelyek romlani kezdtek, és néhányat ki is kellett húzni. Hová megyünk ma? A Mercy gyermekkórházba megyünk a fogorvoshoz. Sok-sok műtétem volt. Hamar visszajövünk. Kivették a nyálmirigyeimet, mert anyám azt mondta, nyáladzom. Tápszondát vezettek a gyomromba. Többször műtötték mindkét szememet és a füleimet. Izommindát vettek tőlem, hogy megtudják, miért nem tudok járni, és megműtöttek, hogy ne hányjak többé.
Elhittem minden betegségemet, de tudtam, hogy tudok járni és enni. Amikor először találkoztam az ügyvédemmel, elmondta, hogy nincs olyan lelet, amelyben az áll, hogy rákos vagyok. Megdöbbentem. Nem vagyok rákos. Zavarba jöttem. A többi betegségem sem igaz. Az ügyvéd azt mondta, hogy szerinte egészséges vagyok. Ezek kitalált panaszok. Örültem, hogy egészséges vagyok, de bántott is a dolog, mert felfordult a világom, és rájöttem, hogy anyám nem az volt, akinek hittem. Ez a legfrissebb fejlemény Gypsy Blanchard és barátja Nicholas Gargeon gyilkossági ügyében. A jelek szerint az anyja tolószékben tartotta Gypsyt, és betegségeket talált ki neki. Az anyja testileg és orvosilag rosszul bánt Gypsyvel. Szükségtelenül gyógyszerezte, indokolatlan műtéteket végeztetett rajta, és végül Gypsy legtöbb foga kihullott a fölöslegesen kapott gyógyszerek miatt. Minden pontban ártatlannak vallja magát. Emlékszem, hogy émelyektem. Legszívesebben elfordultam volna, hogy hányjak. Üresnek, hidegnek, zsibbatnak éreztem magam, és bűntudatom volt. Vegyes érzések gyötörtek. Igyekszünk teljes képet alkotni, és megtudni, mennyire tartotta uralma alatt Gypsy anyja a lányát. Amint tudomást szereztem az ügyről, információkat gyűjtöttem róla az interneten. Könnyen meg tudtam állapítani, hogy kivetített Münchhausen-szindrómáról van szó, amelyben valaki megbetegít egy uralma alatt álló személyt, vagy eltúlozza annak betegségét, hogy érzelmi elégtételt szerezzen magának. Köszöntsük a színpadon a rák túlélő, szenvedélyes Gypsy Rose Blanchardot és anyját, Dee-Dee-t a Missouri Springfieldből. Dee-Dee nem vitte sokra. Viszonylag kevés dolgokban különbözött az átlag emberektől, és ez nem tetszett neki. A beteg lánya révén új identitást kapott. A fáradhatatlan, hősies gondozójét, aki elkápráztatta a környezetét kiváló gyermekápolásával. Sokszor mondtam, arra születtem, hogy a mamád legyek. Most már értem, hogy Didi miért tartotta tőlem távol Gypsyt annyi évig, és hogy miért költöztek olyan messzire. Nem akarta, hogy Gypsy kapcsolatot építsen ki valakivel, aki elveheti őt az anyjától. Didi becsapott. Több száz esetet ismerek. Vannak kivetített színleléses esetek, amelyben az elkövető célja az anyagi haszon. Szerintem ez az ügy kettős jellegű. Dee-Dee és Gypsy Blanchard sok jótékonysági szervezettől kapott pénzt és segítséget az ország minden tájáról. Thibodeau-ban a lakhelyükön az egyházak adományokat gyűjtöttek. Adományokat gyűjtünk, hogy eljuthassunk az Oli Alapítvány konferenciájára. Feldühített, amikor rájöttem, hogy sok-sok éven át becsaptak. És rendszeresen kihasználtak. Biztos, hogy Didi sok százezer dollár csalt ki különféle szervezetektől. Tőlem legalább 150 ezer dollárt kapott fölösleges orvosi kiadásokra és gyerektartásra, amelyet Gypsy nagykorúvá válása után is fizettem. Dee-Dee többször is törvényt szegett. Boltokból lopott és fedezet nélküli csekkeket állított ki.
Sokaktól lopott. Hitelkártyákat váltott ki a halott anyám nevére, és rengeteg kölcsönt vett fel. Bármit megtett azért, hogy elérje a célját. Ezek után egészen másképpen láttam Didit. Amint kiderült, hogy mi mindent követett el, rájöttem, milyen kegyetlen volt. Hiszen lényegében folyamatosan kínoszta, és hagyta, hogy mások is kínozzák a lányát. Didi pár évig ápolónőképzőbe járt, és kórházban dolgozott. Tanulmányozta a Gypsy számára kitalált betegségeket. Mindent megtanult. Baj van az egészségügyel, ha egy gyerek évekig kezelés nélkül maradhat, vagy túlkezelhetik. Ez feldőít. Didi azért úszta meg ezt olyan sokáig, mert a kivetített Münchhausen-szindrómás elkövetők kevés ellenállást tapasztalnak. Az orvosok üzletemberek, szeretik az elégedett fogyasztókat, ezért nem törődnek a Münchhausen-szindróma lehetőségével, hanem inkább kezelik a gyerekeket azokkal a betegségekkel, amelyekben az anyja szerint szenved. Nagyon meggyőző személyisége volt. Kívülről úgy tűnt, hogy ő a legkedvesebb, legőszintébb nő. Lussállatot vagy babát adott nekem, hogy játsszak vele, és azt mondta, legyek csendben. Ha az orvos kérdi, hogy vagyok, mondjam, hogy jól, de többet ne beszéljek. Ha az orvos nem teljesítette a kérését, nem írt fel nekem egy bizonyos gyógyszert, vagy nem végzett el egy műtétet, akkor keresett másik orvost, aki megtette. Több mint 100 orvossal találkoztam életemben. A Mercy Kórház a Missouri Springfieldben. 2007. augusztusában Gypsy ideggyógyászati vizsgálatra jött az anyjával. Tudtam, hogy a Katrina hurrikán miatt költöztek el Louisianából, szomorú a sorsuk, és befogadta őket a közösség. Szeretem kikérdezni a betegeket, de akkor főleg az anyjával beszéltem. Azt mondtam, hogy Gypsynek agyszélhűdése volt, izomsorvadásos és epilepsziás rohamai vannak, ezért kértem a lány leleteit, de az anyja közölte, hogy mind elveszett a viharban. Mivel nem voltak leletek, el kellett fogadnom, amit az anya mondott. De az izmok térfogata is normális volt. Gypsy reflexei jók voltak, ezért nem értettem, hogy miért nem tud járni. Gerinc MRI vizsgálatra küldtem, hogy kiderüljön, ha nem vettem észre valamit, de minden rendben volt. Mondtam az anyának, hogy nincs akadálya annak, hogy Gypsy járjon. Dühös lett. Közölte, hogy a lánya nem tud járni. És hogy nem jön ide többet. Nem úgy reagált, ahogy vártam, ezért azt gyanítottam, hogy a betegség nem valós, koholt vagy eltúlzott. Kivetített Münchhausen-szindrómára gyanakodtam, és ezt meg kellett írnom a gyermekgyógyásznak. A kivetített Münchhausen-szindrómára gyanakvó orvos Gypsy érdekében
köteles lett volna azonnal értesíteni a gyermekvédelmi szolgálatot, de nem tette meg, ahogy más orvosok sem. Ha bejelentést tettem volna, szerintem az anya meggyőzte volna őket arról, hogy tévedek. Ez nem volt elég ahhoz, hogy felhívjam a gyermekvédelmet. Ha a gyanú megalapozott, akkor az orvos védett, és bejelentést kell tennie. A történtek miatt ezentúl határozottabb leszek, ha kivetített Münchhausen-szindrómás esetet látok. Korábban nem hallottam a kivetített Münchhausen-szindrómáról. Amikor megtudtuk, miről van szó, rájöttünk, hogy Didi azt tette Gypsyvel, amit az anyánk tett vele. Amikor Didi megszületett, anyám azt mondta, hogy szívzörejben és más betegségekben szenved. Anyám mindig kiküldött minket játszani, és azt mondta, Didi rosszul van gyomorrontás vagy fejfájás miatt. Ezért hagyjuk őt bent pihenni. Didi nem izgathatta fel magát, nem ugrálhatott és nem játszhatott a szabadban, nehogy kimelegedjen. Nem segíthetett a házi munkában. Ha nem akar dolgozni, akkor nem kellett neki a szívzörej miatt. De sokáig mankóként szolgált, de Didi nem volt olyan beteg, amilyennek anya mondta. Anyám elnyomta Didit. Nem akarta, hogy felnőjön. Fiatalon akarta tartani, hogy mindig támaszkodhasson rá. Mi mind a hálószobánkban aludtunk, de Didi mindig az anyánkkal aludt. Mindig anyánk mellett volt, mintha az árnyéka lett volna. Igen, fiút kaptam. A tiéd. Ez is az enyém? A gyűrű is. Szia, mama. Hogy vagy? Mi az, mama? Zöldhasúak. Zöldhasúak. Ez is az enyém. Tessék? Az enyém. Csak Didi mehetett főiskolára. És csak ő kapott autót, amikor fiatal volt. Apa megjavítja Didi autóját. Didi új autót kér. Ha mi vágytunk valamire, meg kellett dolgoznunk érte. De Didinek csak kérnie kellett. Didi szerette a szépségversenyeket, és anyám megvette neki a legszebb ruhákat. Imádta, ha figyeltek rá. Didit megviselte anyám halála. Eltűnt mellőle az, aki babusgatta. De Didinek továbbra is szüksége volt a figyelemre. Sajnálom Gypsyt azért, ahogy felnevelték. De nagyon dühít, hogy egyikünkben sem bízott, hogy egyikünknek sem szólt, mert máshogy is végződhetett volna ez az egész. Nem tudom, miért gondolta rólam, hogy nem tehetek semmit. Nem tudom, miért nem mondta el nekem, hogy mi a helyzet. Ha tudtam volna, a Gypsynek segítség kell, azonnal oda mentem volna. De nem tudtam éreztetni vele, hogy felhívhat, ha úgy érzi. Ha úgy érzi, hogy valami baj van. És ez nagyon bánt.
Nem ugorhattam ki a kerekesszékből, mert féltem az anyám reakciójától, és azt hittem, hogy nem bízhatok meg senkiben. Nem bíztam Aliában, mert anyám elhitette velem, hogy ő nem igazi barátom, és rossz hatással van rám. Ezért nem barátkozhatok vele. Apámmal keveset beszéltem, mert anyám évekig szörnyű dolgokat mondott róla. Azt, hogy elhagyott minket, egyikünket sem szeret, és hallani se akar rólam. Ezért nem fordultam hozzá. Ha tudtam volna akkor, amit most tudok, segítséget kértem volna bárkitől, de féltem megtenni ezt. Azt mondták, havazik, ezért a fűtött takaróm alatt maradok, és nem kelek fel. Miközben felnőttem, több függetlenségre vágytam, de ez nem tetszett anyámnak. Nem adok semmit Gypsynek. A kutyájára bízom. Kértem anyámat, hogy vetessük ki a tápszondát, mert nem kell, de nem engedte. Szerettem volna fizioterápiára járni, hogy biztosabban járjak, de nem hagyta. Akkor kezdtem gyanakodni, amikor találtam egy TB kártyát, amelyen az állt, hogy 91-ben születtem, nem 95-ben, ahogy anyám mondta nekem, tehát akkor 19 éves voltam, nem 15. A történtek után tudtam meg, hogy Didi meghamisította Gypsy születési bizonyítványát. A 91-et átjavította 95-re, így a lány 4 évvel fiatalabbnak tűnt. Didi sokat veszíthetett volna, ha Gypsy tudta volna, hogy 18 éves. Tudta, hogy Gypsy egyszerűen elhagyhatta volna. Gypsy egy konferencián megismert egy férfit, és elmondta neki, hogy meg akar szökni az anyjától, és segítséget kért. Bíztam benne annyira, hogy elszökjek otthonról. Nem volt saját lakása, egy barátjánál lakott. A barátja ismerte anyámat, felhívta, és anyám eljött értem. Azt mondta neki, hogy 15 éves vagyok. A fickó kiborult, mert 36 éves volt. Anyám hazavitt. Szétverte a laptopomat, az ágyamhoz láncolt. Beragasztotta az ablakokat, hogy senki ne láthassa, mi történik a házban. És csengőket kötött az ajtókra, hogy meghallja, ha újra szökni próbálnék. Amikor vécére kellett mennem, eloldozott, kikísért a vécébe, majd újra az ágyhoz láncolt. Éheztetett, és válfával vert. Kurvának és az ördög fattyának nevezett. Ez durván 2 hétig tartott. Előtte szerető szülőnek láttam, de utána már féltem tőle. Úgy éreztem, hogy nincs remény. Imádkoztam Istenhez, hogy szabadítson ki onnan. Mert 2012-ben ismertem meg Nicket egy keresztény társkereső weboldalon. Azt hiszem, októberben. Üzentem neki. Válaszolt. Ezt úgy oldottam meg, hogy anyám laptopját használtam, amíg aludt. Az életünkről beszélgettünk, és kezdettől fogva kedveltük egymást.
Már az elején megírtam Nicknek, hogy kerekesszékes vagyok. Elfogadta, és azt írta, hogy ez nem zavarja, így is szeret. Jól esett, hogy valaki elfogad. Bár tudtam, hogy tudok járni, úgy gondoltam kedves Nicktől, hogy elfogad ilyennek. Elég gyorsan haladtunk. A megismerkedésünk után egy héttel már egy pár voltunk. Egy éves volt a kapcsolatunk, amikor megírtam Nicknek, hogy tudok járni. Nem lepődött meg. Azt állította, hogy médium. Megírta, hogy disszociatív személyiségzavara van, és az egyik személyisége Viktor, aki nagyon erőszakos. Az a helyzet, hogy több személy él bennem. Több személyiségem van. Ezt megállapították már? Diagnosztizálni kéne, mert ez a helyzet. Korábban gyógyszert szedtem, mert belső hangokat hallottam. Aztán elmúlt, és a részemmé vált. Értem. Gypsy tudja? Igen, tud róla. Megijedtem, de vágytam a szeretetre. Ezért Nickéhez illő személyiségeket találtam ki. Az egyik a szivárványhajú Candy volt, a másik pedig Ruby, aki Viktorhoz illett. Szinte bármit megtettem volna, hogy boldoggá tegyem Nicket. Aztán anyám lezárta a laptopját, ezért elloptam a mobilját. Kapcsolódtam vele az otthoni wifihez, és a Facebookon tudtam csevegni Nickkel. Eldöntöttük, hogy személyesen is találkozunk, ezért javasoltam, hogy fussunk össze egy moziban, és tegyünk úgy, mintha nem ismernénk egymást, és ott barátkozzunk össze. Gondoltam, hogy ha Nick szép ruhát visel és kedvesen beszél, anyám talán elfogadja majd. És akkor többé nem kell titkolnunk a kapcsolatunkat. Kiválasztottam a hamupipőke új változatát. Tökéletesnek találtam. Nick busszal eljött Springfieldbe, hogy végre találkozzunk. Beszélgetni kezdett anyámmal a moziban. De ő veszélyesnek találta a kisugárzását, ezért két székkel odébb ült, és mondta, hogy kövessem őt. Nem tettem. Már korábban eldöntöttük, hogy ott veszítem majd el a szüzességemet. Szóltam anyámnak, hogy WC-re megyek, és Nick követett. Mindig úgy képzeltem, hogy rózsaszírmos, gyertyás, romantikus lesz, de nem olyan volt. Anyám aggódni kezdett, ezért kijött a teremből. Éppen akkor értünk a büféhez. Anyám kérdezte, miért vagyok még mindig Nickkel. Összevesztünk, és azt mondtam neki, Nick csak barátkozni akar velem, miért nem barátkozhatok? Anyám a mosdóba vitt, és pofon vágott. Összeomlottam, mert rosszul sült el az egész. Tudtam, hogy anyám soha nem hagyja majd, hogy boldog legyek, barátkozzak, férjhez menjek, szüljek és normális életet éljek.
Pedig én soha nem vágytam többre. Féltem, kétségbe estem, és csak arra gondoltam, hogy szeretnék szabad és boldog lenni. Hogy érhetném el? Egy este beszélgettünk Nickkel, és azt mondta, hogy bármit megtenne, hogy megvédjen engem. Azt kérdeztem tőle, bárkitől megvédenél? Anyámtól is? Igennel felelt. Akkor kezdődött a gyilkossági összeesküvésünk. Erbeszélgetést kér. Nicholas Gudgeon. A Green megyei börtönrabja. Nyomja meg az egyes gombot. Azt kérdezte tőlem, mennyire akarok vele lenni. Készen állsz arra, hogy végigcsináljuk? Mire gondolsz, drágám? Értem. Mondtam, hogy bármit megtennék, hogy vele lehessek. Erre ő, amíg anyám él, nem lehetek veled. Ez egyértelmű volt. Csak úgy tudtam megszabadulni. Gondoltam arra, hogy újra megszököm. De anyám papírokat adott be arról, hogy cselekvőképtelen vagyok. A szökésem esetén felhívta volna a rendőröket, akik azt hitték volna, hogy elmebeteg vagyok, és hazahoztak volna. Reméltem, hogy anyám elfogadja Nicket, de az nem jött össze. Tehát anyám kiiktatása volt az egyetlen lehetőség. Kérdeztem, komolyan gondolja-e, mert ez nem tréfa dolog. Azt mondta, hogy csak úgy lehetünk együtt, tehát nem volt más választásom, és végül belementem. Tanulmányoztunk többféle mérget, és hogy mi lenne, ha felgyújtanánk anyám szobáját, vagy pisztolyt szereznénk. De mondtam Nicknek, hogy én nem tudom megölni az anyámat. Azt kérdezte, ha nem tudod megölni, ki teszi meg? Mire én? Megtennéd? Megdöbbentem. Azt mondta, ha igazán szeretsz, megteszed értem, mert tudod, hogy csak úgy lehetünk együtt. Végül beleegyeztem, mert nem volt más ötletem. Bármit megtennék érte. Azt mondta, hogy jól bánik a késekkel, és kértem, hogy ne fájjon anyámnak. Nem akartam, hogy szenvedjen, hiszen az anyám. 100%-ig benne vagyok, készen állok rá. Azt hittük, sosem kapnak el. Azt hittem, ez tündérmese. Én leszek a hercegnő, Nick megment. És boldog leszek Wisconsinban, ahol szeretnek. Szabad leszek, és csodás új életem lesz. A tündérmese végül horrorfilmé változott. Az anyja meghalt. Az a kérdésem önhöz. Mit mondott? Az édesanyja meghalt, elhunyt. Érti? Nem. Most figyeljen rám egy kicsit. Örültem, hogy életem végéig vele lehetek. Édesem, úton vagyok Springfieldbe. És azt hittem, azt akarja.
Springfieldben vagyok, kicsim. Hurrá! 2015. június 10-e, szerda éjjel 1 óra 15 perc. Drágám, az anyád éberen vagy mélyen alszik? A hasán fekve éberen alszik. Izgulok. Úgy terveztük, hogy Nick felveszi a kesztyűt, bejön, én bemegyek a fürdőszobába és csendben maradok. Figyeljen rám egy kicsit, rendben? Mi történt az anyjával aznap? Két gondolat jutott eszembe. Az egyik, hogy megölöm és megszökünk. A közös életünk a tét. A másik, hogy a szajhának vége. Nem állhat közénk többé. Drágám, ezt a gonoszé nem teszi. Nem hibázik, mert élvezi a gyilkolást. A kesztyűt a bejárat előtt hagytam. A kést és a ragasztószalagot bent adom át. A hősöm vagy, soha nem hagylak el. Hallgasson ide, kedves. Tudom, hogy tudja, mi történt az anyjával. Úgy szerettem Gypsyt, hogy amint beléptem a házba, tudtam, hogy nincs visszaút. Befogtam a fülemet, hogy ne halljak semmit. De úgy is hallottam a sikoltozást. És azt kívántam, hogy vége legyen. De nagyon féltem. Így nem tudtam segíteni. Azt hittem, hogy olyan lesz hallgatni, mint egy horrorfilmet. De más volt. A horrorfilmeket ki lehet bírni, de rémisztő hallgatni, ahogy megölnek valakit. Émeg és fogott el, nem tudtam gondolkodni. Csak azt éreztem, hogy félek. Szeretem az anyámat. Tudom. Ideje, hogy őszinte legyen. Ne hazudjon. Anyám pár perc múlva elhallgatott. Nick bejött késsel a kezében. Véresen. Kért, hogy kötözzem be az ujját, mert megvágta a késsel. Aztán felmosatta velem a vércseppeket a folyosó padlójáról. Ön ölte meg az anyját? Nem, uram. Segített Nikolásznak megölni az anyját? Nem, uram. Anyámnak volt egy erszénye. Nem tudtam, hogy apám gyerektartása van benne. Elvittük, és abból fizettünk mindent. Becsomagoltuk néhány holmimat, taxit hívtunk, és Nick szállására utaztunk. Örültem, mert szabad lettem. Szia, édes! Lefilmezlek. De tudatalatt nyomasztott, ami történt. Ezért gyógyszerekkel nyomtam el a bűntudatomat. És a félelmemet. A motelből a buszállomásra mentünk. Először magunkkal akartuk vinni a kést, de féltem, hogy fémdetektor van a buszon. Ezért úgy döntöttünk, hogy feladjuk postán. Mert úgy biztonságosabb. Aztán busszal Wisconsinba utaztunk.
a Gadjon családháza a wisconsini Big Bendben. De ott nem az várt, amire számítottam. Úgy gondoltam, hogy férfihoz megyek, nem kisfiúhoz, akinek csak egy Xbox és videójátékok vannak a szobájában. Azt hittem, hogy Nick érettebb, és biztonságban leszek mellette, de nem azt éreztem. Sírva fakadtam, mert nem erre számítottam. De próbáltam boldog lenni. Kihozni a legtöbbet az új életemből. És többnyire elégedett voltam vele. De azt akartam, hogy megtalálják anyámat. Mert bűntudatom volt, és gyötört a gondolat, hogy ott van. Rá kellett vennem a barátait, hogy felhívják a rendőrséget. A ringyó halott. Egy reggel rendőrségi szirénákra ébredtünk. Be voltunk kerítve. Végül arra kértem Nicket, hogy tartsunk össze. Megszívtam. Csak Gypsyért tettem, vagyis kettőnkért. Maradjon itt. Greene megyei bíróság. Missouri állam kontra Gypsy Rose Blanchard. A vádat dr. Patterson képviseli. 53-as számú bizonyíték. Az LG telefont a fekete táskában találták? Igen. Gypsy telefonja volt? Igen. Nem hibáztatom Gypsyt. Mindenki mulasztott. Én, az anyja, az orvosok, a rendőrség, a gyerekvédelem. Magunkkal foglalkoztunk. Vele nem törődtünk eleget. Emelje fel a jobb kezét. Esküszik, hogy a teljes igazságot és csakis az igazat vallja majd? Esküszöm. A vallomása napjáig hittem az ártatlanságában. El sem tudtam képzelni, hogy képes volt erre. És megtört szívvel ismertem el, hogy mindent rosszul tudtam. Semmi sem volt igaz. Bűnösnek vallja magát szándékos emberölés büntettében? Igen. Gypsy Rose Blanchard 2015-ben vádalkút kötött az anyja Didi Blanchard meggyilkolásában játszott szerepe miatt. Dan Patterson ügyész szerint Gypsy bűnös, de a vád módosításánál enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy az anyja majdnem 20 éven át rendszeresen bántalmazta a vádlottat. A bíróság elfogadja, hogy a vádlott bűnösnek vallja magát szándékos emberölés büntettében. Gypsy a kitervelt emberölés vádja és az életfogytiglani börtön elkerülése érdekében bűnösnek vallotta magát szándékos emberölés büntettében. 10 év börtönre ítélték. Elszomorít, amit Didi tett Gypsyvel. De nem kellett volna megölniük a húgomat. Megszökhettek volna együtt, de másképp döntöttek. Meggyilkolták a húgomat. Nicholas Gadjon jelenleg őrizetben vár a gyilkossági perére. Ha bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Bármi történik is, mindig feltétel nélkül szeretni fogom Gypsyt. Akkor is, ha szakítunk. Még mindig szeretem, és tudom, hogy még mindig szeret engem.
Most már érettebb vagyok, és tudom, hogy az csak kaland volt. Nick azt érez, amit akar, de már nem szeretem. Gypsy és Nicholas letartóztatásuk óta nem beszéltek egymással. Miután Gypsyt átvitték Chillicothe-ba, egy este felhívott. Bocsánatot kért mindenért. Aztán elmondta, hogy tanul frizurát készíteni magának, meg sminkelni, és hogy barátkozik. Ez úgy hangzott, mintha csak egyetemre járna. Bár ez talán szomorúan hangzik, úgy érzem, hogy valójában boldogabb lett az élete. Gypsyt 2024-ben feltételesen szabadlábra helyezhetik. 32 éves lesz. Az anyám iránti érzéseim bonyolultak. Néha haragszom rá, máskor meg nem értem, hogy tehetett ilyet a gyerekével. Azt is tudom, hogy sokszor nagyon vágyott arra, hogy valaki szeresse. A történtek ellenére még mindig szeretem, és hiányzik, mert az anyám volt. Thank you.